Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Méreg Attila vagyok, és most rendhagyó módon nem a bécsi stúdióba jelentkezek, hanem vidékről, Velencefürdőről. Van hot topic bőven, tehát most már 3 nappal a választások után vagyunk, és hát úgy gondoltuk a kiveséző csapatból 2 taggal, Tóth Ádámmal, aki itt van velem online. Szia Ádám! Szia Attila! És itt van velem Mennyhár Tamás, és szevasz Tamás! Sziasztok! Igen, izgalmas napokon vagyunk túl. Ez is lenne az első kérdés, hogy ti június 9-én mennyire tudtátok követni az eseményeket? Ilyen izgalmakra, vagy ennyire fordulatos dolgokra számítottatok? Ezt vártátok? Volt meglepő számotokra? Ezt foglaljátok már össze, Ádám. Te így mit vártál, és mit kaptál 9-től? Részben ilyen szimbolás. Én az EP listán, nem a magyar listára szavaztam, az osztrákra. Aha! Mert bár nem tudtam, tehát hogy erről igazából értesített mind a két választási bizottság. Én 19-ben, még januárban átjelentkeztem az EP listára, és akkor 19-ben az osztrák EP listán szavaztam. És azt hittem, hogy ez egy ilyen eseti dolog. Tehát, hogy de nem, ez a regisztráció ez addig tart, amíg átjelentkezel. És annyira összefésülés van, mert ebből a szempontból is például én tilos rádiót egyszer-kétszer hallgatok, ott is felmerült az a probléma, hogy mi van akkor, hogyha valaki EU-s polgárként itt is meg oda is bejelentkezik. Ők mondjuk a Erdély Magyarország szempontjából nézik ezt, hogy hogyan lehet a Fideszre kétszer szavazni például, hogyha ezt szeretnéd. Ezzel szemben én nem így tettem, de a Magyar Választási Bizottságtól kaptam egy hivatalos levelet, hogy nekik az osztrák választási bizottság jelezte, hogy ide be van regisztrálva valaki, és akkor én a magyar EP listán nem szavazhatok. És ez ráadásul utána később a magyar... Ja igen, és akkor úgy tudtam szavazni, hogy az osztrák EP listán briefvel, tehát levél szavazatot adtam le. Mert hát ugye egy kicsit fejlettebb demokráciában ezt is lehet, tehát postán. Nem, és lehet csak nem mindenki. Igen, csak nem mindenkinek, igen. Az emberek többségének nem, igen. Pont nem azoknak, akiknek kéne. Na és akkor így mentem, én elmentem az önkormányzati miatt, direkt úgy szerveztem, hogy 9-én nekem Budapesten kell legyek, és szépen reggel 9-kor 5. kerületi lakosok még. Édesanyámmal meglátogattuk a közeli szavazó helyiséget, és ezek után visszautaztam Bécsbe, és mielőtt megérkezett volna a hurrikán, ami végig sodort a Szombathely felé, elkezdtük nézni a Partizánt. Hát mi is otthon voltunk. Többek között a választások miatt én a magyar listára tudtam szavazni. Nekem nem volt ilyen komplikáció. Hát akkor lehet, hogy röviden rátérnék így a számokra, majd kérdezed ugye, hogy mit vártunk, meg mi lett. Én, ez most lehet, hogy hülye hangzik, hogy itt ezt mondom, de volt 2 családi vita is az utcsó 2 napban, ahol én amellett érveltem, hogy szerintem a Magyar Péter alulról fogja nyalni a 30-at, és a DK 10 alatt lesz, szóval az teljesen bejött. Nem akarták elhinni, de bejött. Ahol meglepődtem, de kellemesen, az a Fidesz alacsony eredménye. Az utolsó napokban kijött az a mediánmérés, ami ugye nagyon közel járt a tényleges eredményekhez, meg én is úgy éreztem, nem azért, mert ők azt írták, de nagyjából azt találkozott a legjobban azzal, amit én is éreztem, viszont ők ugye 50-et mértek a Fidesznek, és igen, az utcsó választásokkor most már azért mindjárt megtanultuk, hogy inkább pessimistán, de realistán elfogadjuk, hogy az valószínűleg meg lesz. Szóval ez számomra csak egy ráadás volt, de ezt ne feledjük, hogy tényleg ez a Fidesz leges-leggyengébb EP választási eredménye volt, mióta van EP választás. A második leggyengébb 47% volt még a legelsőn. Most utána néztem. Most ugye 45-öt nyalják alulról. Hát a karácsony vitézit meg, erről is fogunk beszélni, ezt múltkor érintettük ugye a múltkori adásban, meg a visszalépés komplikálta a helyzetet, arról is fogunk beszélni, de a lényeg itt az, csak itt is, hogy mit vártunk, mit kaptunk. Azt sejtettem az elejétől fogva, hogy ez nagyon meleg lesz. Az elején azért ott nagyon meglepődtem, mikor 52-42-ről indultunk, ugye a vitézi javára. Igen. Aztán akkor szép lassan lehetett látni, hogy minél tovább, minél több szavazatot adnak össze, annál inkább ez a karácsonynak kedvez, de hogy akkor összesítsem, amit kérdeztél, illetve az arra adott választ, az, hogy a Magyar Péter mennyit ért el, illetve hogy az ellenzék milyen rosszul szerepelt, ezt nagyjából így csatszoltam, bár a Momentum is még meglepetés volt, meg a kutyák egyébként, hogy mennyivel 5% alatt voltak az EP listán. Igen. De számomra a legnagyobb meglepetés az, hogy a Fidesz 45 alatt volt. Mondjuk ezt a részben ugye a választási, tehát a részvételből is adódott, mert sokan mentek el. Tehát, hogyha most
emberfő szerint nézzük, de hogy a szavazási szám, tehát fő szerint nézzük, akkor nagyon sok szavazat érkezett, csak ugye nagy volt a részvétel, tehát 60%-os részvétel volt körülbelül, igen, vagy majdnem 60%, ami egy EP választáson rengeteg. Tehát, hogy általában ilyen 45%-a szokott megjelenni a szavazó polgároknak egy európai parlamenti választáson, most pedig gondolom, hogy amiatt, mert hogy az önkormányzatival egyszerre tartották, és mindenkit vitt a Fidesz, tehát ők az 1 millió találkozás napját is. Meg valószínűleg a Magyar Péter fenomén is jelenség. Tehát mind a két oldalról valóban. Azért volt a mozgósítás, meg hát mentek is az emberek szavazni. Emiatt ezek a úgymond nagyobb szavazati számok a részvételi arányban, ezek kisebbek. Így van. Csak ez is olyan, amit az utolsó alkalom akkor mindig fordítva jött ki, pedig sokan azt hitték, hogy igen, és még a részvételi adatoknál azt, ahogy mondtad, szóval az EP-nél 59,5% volt a részvétel, 58,5% az érvényes szavazatok. Ez összehasonlításképpen a múltkori 19-es az 44% volt, és 2014-ben csak 30 alatt, 28,9. És ami rendkívül érdekes, hogy a többi országgal összevetve mi voltunk az 5. legmagasabb arányon szavazó ország az EU-ban, úgy, hogy ebből 2, méghozzá Belgium meg Luxemburgba kötelező a szavazás. És ezen kívül csak a németek meg Málta előztek meg. Uh-huh. És a V4-eknél, ezzel nem voltam tisztában, pont múlt héten a cégen belül is följött ez a Magyar Péter téma, és az egyik főnököm az cseh, és akkor ott beszéltünk meg, hogy milyen részvétel várható, mondtam, hogy ezt is 50-60 közé lőném be, mert hogy két szavazás egybe is így nézett, mert hogy ez egyébként nem voltam tisztában, de hogy a csehek meg a szlovákok szavaznak legkevésbé az EP-n, hagyományosan ilyen 20-valahány százalékkal. Szóval amit mondani akarok, az csak az, és ezt is megnéztem, hogy a visegrádi négyek között, vagy a horvátok, aki ugye szomszédos országot, meg messze kimagasló a magyar részvételi arány. Illetve ilyen regionális összehasonlítás. Regionálisan brutális, és most az EU-s átlag 51% volt, csak összehasonlításképpen. Igen. Most ugyan nincsen itt előttem, ugye félig nézzük a választáspontot, tehát mondjuk így egy országgyűlési választásnál ott azért inkább 65-től 75-ig mozog a részvétel, tehát ez nem sokban maradt el országgyűlési választásra, és volt olyan országgyűlési választás, valamelyik, és most nem tudom megmondani, melyik, de igen, 65 vagy 66 volt. Igen. Tehát, hogy azért ez már alulról nyolta egy országgyűlésnek a részvételét. Talán annyiból fontos, hogy ugye van az 5%-os bejutási limit. Tehát így mondjuk az általunk még az előző adásban billegűnek tekintett Momentum és Kutyáknál fontos ez a dolog, hogy arra akarok kijutni, hogy igazából ők nem jutnának be egy országgyűlési választáson. Ez igaz, meg azt is hozzá kell tenni, hogy náluk nem csak a magas részvételi arányjal volt a gond, ugyanis a Momentum például megfeleződött abszolút szavazatszámokat. A Momentum kapott 166 ezeret, igen, és a Kutyák meg 160 ezer valamennyi. Így van, és 19-ben meg 300 ezer fölött volt. Így van, Momentum. Így van. Tehát azért itt elég komoly változások történtek az EP részvételében, meg hát megjelent egy olyan párt, akit senki nem gondolt volna, egyből ki kell javítanom magam, hiszen a Tisza párt már elkezdtem megbeszélni a részleteket az Európai Néppárttal. Igen. És nincs vétójoga Hölvényi Györgynek, viszont megkérdezik, hogy igen, van valamilyen vélemény. Ezt láttam, de múltkor valamelyik médium elcsípett egy KDNP-s képviselőt, és megkérdezték ezt tőle, és azt válaszolta, hogy biztos, hogy nem fog vétózni. Igen. Bár mondjuk, hogyha vétózna, akkor az EP rész, hogy az a... Inkább a KDNP-s repülő. Kapsz két tagot, egyet vesztesz. Ja. Tehát ennyiből egyszerű a csele. Igen. Narratívák. Az EU választás narratívái. Ugye a Fidesznek az volt az egyik narratívája, a Orbánnak, hogy itt a Brüsszel elfoglalása történik, és hogy megdöntik az eddigi irányítást. Ehhez képest az Európai Néppárt erősödött a legjobban. És ugyan a liberálisok is, a jelenleg vezető koalícióban ugye még a szociáldemokraták vannak, ahol ők azt mondja, hogy egy vagy két szavazattal változott náluk a dolog, tehát érdemben nem. Tehát igazából az EP nagy erősödése miatt ez az eddigi irányító koalíció hármas, a három nagyobb frakció tulajdonképpen erősödött
Igen. És a szavazatarányuk is nőtt az Európa. Most 720 tag van összesen. Igen. Ebben a ciklusban, és nőtt, nőtt az elérhető szavazatok száma. Ugye a zöldek csökkentek még, és akkor ugye van az ECR, az a konzervatív és reformmeleg, akik hatlan. Ja, igen, ezt is elfelejtettem, vagy elfelejtettük a múltkor mondani, hogy igazából a konzervatív frakció és az ID frakció között, ami mind a kettő jobboldali, ott igazából az a probléma, hogy az orosz fóbia, meg az orosz barátság a fontos tengelytörés. És hát ugye az idében benne az FPÖ, meg a Le Pen féle párt, ugye mind a kettő kapott az oroszoktól korábban pénzügyi támogatást. És hát ugye a Filimszki, ő elég nagy orosz párt, most például Ausztriából. És az ECR-nél meg ugye ott van a Meloni féle párt, akik most lehet, hogy még az EP-vel, az a néppártól is beszélnek, hogy lehet, hogy ott van lesz valami fura együttműködés, ami az első három legnagyobb frakció, tehát a néppárt, a szociáldemokraták és a Renew, hát ők megerősödve jöttek ki ebből. Igen. Ez a szélső jobboldali áttörés, ez mindig elmarad. Igen. 5 éve is elmaradt, igen. És 10 éve is elmaradt. Van ez a fideszes mondás, hogy Orbánnak majd igaza lesz. Hát most már több mint 10 éve nincs igaza e tekintetben. Tehát ugye az európai szinten nagyon csúfos kudarc igazából ez. Uh-huh. És ugye a Fidesznek ez a 10 képviselő, 11 képviselője, ott állnak még a függetlenek között. Igen. Tehát őket senki nem hívta népe. Igen. Tehát nincs olyan. Ugyanakkor a Tisza ugye be fog kerülni a néppárthoz. Így van. Van 2 DK-s tagunk. 2, igen. Ők ugye mennek a szociáldemokrata frakcióhoz. Van a Mi Hazánk. Úgy tényleg, tényleg Torockai. Mert ugye ő nagy délre durva, nem? Tehát, hogy ők már az AfD-vel már interjúzott. De ők ezt ugye ki akarják tenni. Mert ehhez képest az AfD kitette magából azt a fickót, aki igen. A listavezető volt, és akinek nagyon durva nyilatkozatai, meg mindegy. És ezzel lehet, hogy az AfD megint vissza tudja magát kunyirálni az időbe, és akkor ez az egész Torockai féle ígéret, és egy ilyen előfitotatás, hogy egy új frakciót fognak csinálni, ez is egyből a kukában van, és akkor az egy darab Mi Hazánkos, és szintén ott a fideszesek mellett a függetlenek között. Szóval ilyen régi. Hát a magyar jobb oldal eddig eléggé leszámítva a Tiszán, bocsánat. Vagy nem tudom, hogy Tiszák milyen pártnak. Erre ezt én akartam mondani, hogy hát inkább jobboldalinak, most akkor inkább, is a hivatalosan inkább, centrum. Inkább. Most felsoroltad a mandátumokat, szóval ezt még mindenképp érdemes azért megemlíteni, hogy most a 21 magyar mandátumból 19 darab így vagy úgy, de jobboldali párthoz megy. 11 a Fidesz, 1 a Mi Hazánk, és akkor 7 darab a Tisza párthoz, amely abszolút centrumként határozza meg magát, de azért mindenki érzi, hogy az inkább kicsit jobbra van, ugyanúgy, mint mikor mondjuk a Momentum mondta, hogy az is centrumot, meg mindenki tudta, hogy az egy kicsit barrább van, és ez is gondolom később fogjuk feszegetni, hogy belpolitikailag ezt hogyan kell értelmezni, hogy kérdő ide annyit mondanék, hogy ezt valahol a magyar baloldal tényleg magának ásta ezt az egészet. Személyesen is örülök annyira, hogy most ekkora jobboldali túlsúly van, de hát de ez egy természetes következmény. Igen, ez a helyzet. Így van. Ide tartozik ugye kutyák. Ők például azért szintén kiesők itt az LP-ben, mert én például számoltam azzal, hogy talán szereznek egy mandátumot, egy helyet, és nem sikerült. Igen. És ezt a Kovács Gergőnek volt egy interjú a Partizánon tegnap kedden este, tehát 11-én este. Nagyon jó interjú volt, és volt egy LP-s része is, ahol a Gergő egy kicsit önbeismerően úgy nyilatkozott, hogy igazából azért is kerültek nehéz helyzetbe ezzel az LP választással, mert szembesültek azzal, hogy itt mindenki ígér valamit, ami általában nem beteljesíthető, vagy csak részben beteljesíthető, hiszen ilyen nagyon komoly nagy frakciók, európai frakciók vannak, és nem lehet konkrét programokat megvalósítani úgy, mint egy helyi önkormányzatnál. Ők meg jelölték a Lé Mariettát, illetve a Törlei Judit, aki a pedagógus ellenállásból volt. Ja, igen. De hogy ők eleve két szakpolitikus jelöltek, nem pedig úgymond egy ilyen klasszik politikus, vagy ilyen politikus celebet, vagy bárkit. És hát ők mindenképpen a szakpolitikával jöttek, és egyedül itt még a Bruti volt az, akik be tudtak állítani itt az M1-es köztévénél, hogy legalább oldja itt a humorral, de igazából
rájöttek arra, hogy nem annyira az ő terepük ez az EP. Igen, és a szavazók is rájöttek. Így van. Sok mindenről beszéltek egy általánosságban, de ugyebár 2024 év elején mit gondoltunk, és akkor a számok mit mutatnak, akár tényleg, hogy a kutyapárt sajnos mit veszített, és azért sok mindenki veszített a Tiszának a megjelenésé, vagy ezt így hogyan tudnátok összefoglalni? Először is szerintem azzal kell kezdeni, hogy nagyon kevés párt szerzett egyáltalán mandátumot. Nagyon koncentrálódott ugye a szavazatok leadása, mint beszéltük itt, tényleg a Fidesz, ami egy nagy monolit tömbbe senkit nem lep meg, a Tisza most kiépült, mint egy másik óriási tömb, azért 30%-kal ezt szerintem nyugodtan kijelenthetjük. A DK-MSZP párbeszéd képviseli mostantól a baloldal maradványait, vagy nem tudom, és van a Mi Hazánk. Hát év elejéhez képest a Magyar Péter miatt szerintem a Kétfarkú Kutya párt bukta a legtöbbet. Szóval az elérhető szavazatokhoz képest. Hogy... Igen, illetve amit mértek nekik, meg hogy ugye volt ez az ellenzékváltó hangulat abszolút év elején is, és ebből ott még úgy látszódott, hogy a Kétfarkú Kutya párt fog LP listán is. Ugye őket mérték 10%, vagy fölé. Szóval volt közben azért egy időszak, hogy szinte biztosnak tűnt a két mandátum. Igen. Nem az egy, a kettő. A Momentum, most soha nem fogjuk ezt már tudni bizonyítani, vagy mi lett volna, ha, de nekem egyébként a személyes véleményem az, hogy ott az a szám, amit itt látunk, az annak viszont nem sok köze van a Magyar Péterhez. Én igazából egy kicsit úgy látom a helyzetet, és ebből is épült fel ugye ez az egész Magyar Péter, hogy szóval a Momentum félreértette egy kicsit a 22-ből levonható tanulságokat. Ugye ha visszatekintünk 2010-től, az ellenzéki szavazók többségének szempontjából 2010-től 22-ig ez egy nagy utazás volt időzőjelbe, afelé, hogy hogyan formálunk egy közös tömböt, ami valahogy le tudja váltani ezt a rendszert. Na most a szép és jó, hogy ez 22-ben befutcsolt, de utána megint például a Momentum is akkor ugye próbált elmozdulni az összegyúcsányozástól, erről is majd szerintem beszélünk egy kicsit később, ez a gyúcsány meg összegyúcsányozás, de nem értették meg, hogy semmi reális alternatívát nem voltak képesek fölkínálni arra, hogy hogyan lehetne leváltani a rendszert, mert a választási szisztéma ugye nem változott. Igen. És a Magyar Péter egyébként, amikor belépett, és ezt ne felejtsük el, szóval az egy dolog, hogy tartalmilag a mai napig azért nem tud olyan jól produkálni, meg bizonyos dolgokban nem olyan erős, de a fő újítása neki az volt, hogy ebben a konstellációban, mikor a közös indulás megbukott, de egyértelmű volt, hogy külön-külön így se fog működni továbbra se, akkor a Magyar Péter ugye az egyik első interjún bedobta ezt a hárompólusú valamit, aminek a realitása nagyon csekély, de legalább valami új volt, valami kézzelfogható. És egyébként visszatekintve nekem ez azért érdekes ez a hárompólusú, mert ez egy kicsit ugye azt feltételezte, mintha ő maga is azzal számolt volna, hogy ő a jobb oldalt szedi szét, nem a balt. Egyébként hárompólusú ugye úgy lehetett volna, hogy az egymással megmérkőzzen, hogy kb. Egy szinten kellett volna lenni a háromnak, és az csak úgy lett volna lehetséges. Erre is most jöttem rá, amikor gondolkoztam a napokban, csak ez kicsit ellentmond ugye ennek, amivel sokan panaszkodnak most, hogy csak a baloldalt robbantja szét. De a lényeg az, hogy most ezzel a választási eredménnyel, és ez pár hete már látható volt, neki sikerült ez a mutatvány, hogy abszolút reális forgatókönyv az, hogy egy az egy ellenbe fog indulni 26-ban. Hát a mostani választási eredmény alapján ugye most 30% fölött van éppen. Igen, hát pont most pont kicsi alatta, de... És ugye a Fidesz igazából mindent bevetett. Tehát itt volt atomvillanás, nukleáris felhő, közben életben maradtunk. Hát igazából a Fidesz csinált egy teljes mozgósítást, ahogy a mostani szervezete tud. És az az érdekes, szerintem nekem az a gyanúm, hogy lehet, hogy egy országgyűlési választáson pusztán a részvétel a nagyság miatt, tehát ugye 10-15, max 20%-kal több lesz, mint a mostani, de a Fidesz igazából a Fidesz bevetette a teljes mozgósítási rendszert. Abszolút. Hát ez az 1 millió találkozás napja, ez nem egy jó, persze egy humbug, de ők mindenkit elvittek szavazni, akik lehetett. És ugye éppen 2 millió fölött van kicsivel a szavazatszámuk, kb. Ez lesz 26-ban is, vagy legfeljebb ez lesz 26-ban. Hát úgy lehet hozzáállni, hogy a Fidesz 2 millió ember fog elvinni szavazni 26-ban. Meglátjuk, ez még odébb van, de itt azt is érdemes, mert ezt is ugye megnéztem, hogy a Fidesz által elért EP eredmények,
és ezek általában összeestek időben, ugye vagy kicsivel egy országgyűlési választás előtt vagy után voltak, és ami körülötte mozgott, szóval az EP választás időpontja körül, akkor mindig ennél rosszabbul szerepeltek egyébként országgyűlésén. Igen. Szóval ennyiből ez nekik aggasztó lehetne. De amit mondani akarok, az szimplán az, hogy szerintem például a Momentum fővesztét egyszerűen ez okozta, hogy nagyon tudatosan szavaznak az ellenzéki szavazók. Ez egyébként most több budapesti kerületben is meglátszódott, szóval erről is majd külön fogunk beszélni, de például Hegyvidék, ugye, akkor ott meg tarul a Kovács Gergő. Igen, és itt ugye most, bocsánat, nem akarok félbeszélni, mondod, hogy nagyon tudatosan szavaznak az ellenzéki választók, és arra gondolsz, hogy ugye itt különböző fajta választások vannak. Igen. Egyrészt mondjuk egy adott kerületnél, ott is vannak kisebb szavazókörök, és az egyes szavazókörökben sincs minden pártól ember, ugyanakkor a fővárosi listán sem ugyanazok a pártok vannak, mint az EP listán. Igen. Tehát itt mindenki végig gondolta, igen, hogy azok, ahol ő szavaz, abban a körben ott miért tud szavazni. Ugye a Budapesten volt még a főpolgármesteri választás, és van még az EP lista is, ami meg egy ettől teljesen független dolog, és ott 11 lista van, viszont a 11 lista nem ugyanaz, mint a, azt hiszem, 8 lista a fővárosi. Azt most nem tudom. Igen, szóval, hogy a fővárosi kevesebb. Igen. Van, és nincs is teljes árfedés. Igen. Kb. Ugyanarról beszélünk, szóval most például budapesti eredmények között, mert a Hegyvidék nem csak az, hogy mennyivel nyert a Kovács Gergő, hanem azért az egyik az, hogy szerintem ő mint karakter, szóval tudom, hogy nagyon sokan ott nagyon szimpatizálnak az önkormányzatban végzett munkájával, de egyébként ő mint karakter ott nagyon sok ottani, ez a, hogy mondjam, középosztály polgárnak kicsit ellentmondó karaktere van, de mégis elképesztően fegyelmezetten leszavaztak ott, úgy, hogy a DK viszont ott a választókerületekbe indult külön is. A 11. kerületben a Tisza indított egy jelöltet, még ott van egy viszonylag népszerű ellenzéki polgármester, és 15%-ot begyűjtött a Tiszás, de még így is nagyon simán nyert az ellenzéki. Zuglóban, annak ellenére, hogy a Horváth Csaba külön indult meg a Momentumos, még így is nyert a Momentumos, és nekem listát illetően egyébként kicsit ez volt, szóval tényleg le akartam most már szűkíteni a szavazói réteg ezt a politikai palettát, ez Magyar Péter előtt is így volt, csak most ezt többen megsínették, igen. Igen, de sikerült. Abszolút. Tehát hogy itt abszolút látszik, hogy, hogy megy a szalámizás. Igen. Menjünk végig pártokon, talán? Fidesz-szel, akkor befejezem a Fidesz, mert igazából ami még egy érdekes dolog, és ez szintén pár elemző már említett az elmúlt napok interjúi, de tényleg érdemes megnézni is akár a szavazati megoszlást, mert a Fidesznél tényleg annyira látszik, szembeötlő az, hogy Budapesten a szavazatok 33%-át viszik el, de mondjuk az 1000 főnél kisebb falvaknál meg a szavazatok kétharmada az övék. Tehát egy akkora üvöltő különbség van a település típus szerint. Igen. És ugyan oktatási végzettség szerint nincs itt most ebből egyből statisztikánk, de igazából a Fidesz bekormányozta magát a 8 általános, illetve az azt sem szerzett emberek közé. És ezt onnan lehet látni, hogy a megyei városokban elképesztő sokat vesztettek szavazatszámban is, és vesztenek olyan városokat, ahol 10-14 vagy akár van olyan 22 éve jobboldali a polgármester Győr volt. Például Győr. Igen. És mondjuk a Győr az egy abban szempontból speciális helyzet, hogy ott ugye a Borkai miatt, igen, mint ex-fideszes. Aki Gyurcsány embere, mint ahogy meg. Igen, tehát leszünk Gyurcsány embere is. Győr egy ilyen nagyon speckó eset, de például Keszthelyt elvesztették, ugye Csalgó-Tarján. Persze vannak olyan városok, amiket visszanyertetek, például Eger, vagy Zalaegerszeg. Tehát, hogy itt ebben az ilyen 100 000 főnél kisebb, de mondjuk 30 000 főnél nagyobb városoknál, vagy megyei jó városoknál, tehát nagyon furcsa, ilyen keringő zajlott le, és mondjuk én, amitől én tartottam, hogy az ellenzék itt fog igazán kikapni a 2024-ben. Bármilyen szépen szerepelt a 19-ben voltak olyan győzelmek, amelyek váratlanok voltak, és rohadtul tartottam tőle, hogy itt a Fidesz itt rohadt acélos módon így vissza fog masírozni. És nem ez történt. Nem ez történt. És ez, hogyha már a 26-os választásokról beszéltünk, ez is egyfajta előjel lehet, hogy a Fidesznek számomra nagyon meglepő dolog lenne, és nem nagyon tudok ebből példát, én nemzetközi politikából sem, hogyha
a ennyire komoly kanyarokat veszünk a választói csoportok között, mint a Fidesz. Uh-huh. Tehát, hogy az elmúlt 15 évben döntően megváltozott a Fidesz szavazó emberek társadalmi összetétele, iskolázottsága, jövedelmi szintje. Nem nagyon látok benne vissza egy ilyen kanyart, hogy akkor most újra elkezdenék a begyújtani az úgymond nagyobb iskolázottságú, jobb társadalmi státuszú embereknek a szavazatait. Tehát, hogy itt egy komoly, ők beszorultak ebbe a vidéki és falusi párt, hát tényleg TSZ elnökök közé. Visszamenjük haza a Fidesz Népfronthoz. Ez lesz szerintem a 26-os választásban majd a kérdés, hogy nekem most már lehet a legjobb kérdésem, hogy folytatódik-e ez a visszaszorulás, mert biztos, hogy próbálnak ezzel nem tenni. Uh-huh. Csak generációs szinten is van már szakadék, mert a 36 nincsen nagyon jelen a Fidesz. Hát nem nagyon, igen. Ha majd a Fideszt bedobtátok, és te, hogy ki mennyit veszített, hát a Fidesz is bőven veszített, hogy előrehozott választáson, szeretetek gondolkodnak? Kizárt. Nem. Értelmetlen, mert van egy tök biztos, most egy relatíve biztos kétharmaduk. Most még biztos. Most csak akkor lenne téma, ha valami ma még elképzelhetetlen társadalmi nyomás keletkezne. Azért ez a plusz-minusz 45, ez nekik arra elegendő volt, hogy sikerként adják el úgy, ahogy... Igen. Mert azért bárki, aki látta mondjuk a Orbán féle beszédet, meg az, főleg Gulyás Gergő arcát, az azért látta, hogy nem felhőkkel a... Igen, azért az Orbán beszéd, ez nem volt átütő. Tehát, hogy nem, bár a beszéd, Orbán beszéd szerintem sose átütő, most azt mondom, hogy hiányzik. Én ezt a részt, én azt a részét abszolút elfogadom, hogy az Orbánnak ez a világmagyarázó, meg meggyőző képessége elképesztően jó. Én ezt, hogy amikor azt mondják, hogy ő egy jó szónok, én soha nem értettem. Igen. Szóval nekem a tékén nincs is nagyon különbség a beszédek között. Inkább a hangulat, ami ott átjött meg az emberek arcát, ha megnézted, az... Hát az emberek arca, az beszédes volt. Nem volt meggyőző. Hát és a Gulyás Gergő, az tényleg én nem tudom, mit csináltak vele, de... Ugye küldtem ezt a Földes András Instagram posztot, a HVG színeiben ment végig, és hát ő is azt említette, hogy és megdöbbent, ő arra is kivezette ezt, hogy megdöbbentő volt a különbség a Tisza és a többi ellenzéki párt. Igen. A képviselői viselkedések között is a dolog. Ugye a Tiszások kijöttek az emberekhez, és egyfolytában igazából trícseltek velük, és szabad beszélgetés ment. Míg az ellenzéknél még Karácsony Gergő is elvonult a leghátsó szobákba. Jó, mondjuk, gondolom. Jó, mondjuk, hát hajnal négyig. Izgult. Igen. Hogyha már itt az eredményvárók, erről a DK-s MSZP-s vámpír eseményről szeretnék beszélni. Tehát erről a black metal szertartásról. Tehát ez egy félelmetes volt. Hát így a Fletó így megjelenik, mint egy vámpír, így a koporsóból. De tényleg, tehát és így előhúzzák, így felráncigálják ezt a Nosferátút, és így eltolja maga elől a Kunhalmit, aki ilyen totál vörösben van, tehát így, és a Klára is ott átadta a mikrofon előtti helyet, és hát Fletó is, amit mondott, azért, igen, tehát erre mondta azt hiszem a Ruth Bálint, a fejezte kérdésen, hogy igazából ez az Orbán-Gyurcsány korszak, ez véget ért. Hát meg az, hogy ez a Fidesz bugya, ez lenne, hogy itt föl sem merül ebbe a pártba, ugye, hogy valaki... Így van. Röviden itt is pár számot említve, szóval most ugye az összesített baloldal, TMS-től, MSZP-től, mindkettő már kvázi nem létezik, meg a DK, amely pár hónappal ezelőttig magát ugye a nem csak vezető ellenzéki erőnek, de kormányváltó erőnek vallotta. Hát 8,1%, 19-ben 16%-ot szerzett egyedül a DK. Igen. És akkor a többiek, akik most együtt indultak velük, az még 6,6 volt. És 14-ben, mikor a DK addig ott mérettette meg magát először egyedül, mert 14-ben ugye a Mesterházi féle összefogó lista volt, és ott is elértek egy mandátumot. Szóval ott is megvolt a, nem tudom már, azt hiszem 5,5%, de elképesztően gyenge. 366 000 szavazat jutott. Nem is, hát itt érdemes megemlíteni tényleg ezt, de azt hiszem erről múltkor beszéltünk szintén, hogy ne tévesszük szem elől, hogy mindenki az összegyúrcsányozásba látja sok pártnak a kínlódásának az okát, de egyébként én megfordítanám ezt az okokozati összefüggést. Szóval a Momentum esetében is nem azért lettek ilyen kicsik, mert összegyúrcsányozták magukat, hanem azért gyúrcsányozták össze magukat, mert túl kicsik voltak. És az, hogy soha senki nem tudott a DK fölé nőni, ez mutatja, hogy tényleg milyen hiányos alkalmat
ez a, nem, senki nem volt alkalmas arra, senki nem volt meg a tehetsége arra, hogy nem valami Fidesz-féle monolit tömbet szét kéne robbantani, hanem egy 10% körül mozgó valamit. És utána mondani, hogy lenyomni a Gyurcsányt, hogy menj el. És most szerintem bárki bármit gondol a Gyurcsányról, vagy a Magyar Péterről, ő az első, aki elvégezte látványosan ezt a feladatot. Neki most van 1,3 millió szavazó versus 360, ez majdnem négyszer annyi. Ebből a pozícióból lehet ez izomból megoldott. Na most ez a 360 ezer szavazat, ez mondjuk egy hát mondjuk valószínűsítetően egy 75%-os országgyűlési választási részvétel mellett, ez így 5-6% között van valahol. Tehát ez az éppen bejutásra elég, és ugye, hogyha három pártszervezet, a jelenlegi választási rendszer szerint, hogyha három szervezet összefog, akkor számukra nem 5% a bejutási része, hanem 15. Így van, az tehát esélytelen. Tehát itt totál esélytelenek. Tehát itt totál. Csak úgy lenne esélyük, hogy megmarad a DK. Igen. Meg fog maradni 26-ig, de ez a 8%-ban szerintem az még nagyon fontos, hogy nem csak, hogy ez a 30 összejött a Magyar Péternek, de ez a 8, ez tényleg azt mutatja, hogy még a DK szavazók között is. Így van. Mert rendkívül sok olyan van, aki a hatékonyságban gondolkodik. Vagy mi az, ami célra vezethet. Így van. Szóval számomra ez a 8 egyértelműen azt jelenti, hogy ez most a Magyar Péter kezében van minden. Ha ő ezt nem baltázza el, föl tud építeni egy csapatot, szerintem itt semmi akadálya nem lesz annak, hogy 26-ban tényleg egy az egy ellen legyen. Hát, így van. Mert felé fognak gravitálni egyszerűen az ellenzéki szavazók. Ha már most ez elegendő volt ahhoz, hogy a DK nem tudom, 10-valányról 8-ra megy, akkor marad nekik 3. Többi az mind átmegy, és akkor vagyunk ott, amiben a Vona Gábor 18-ban bízott valami misztikus, csak semmi alapja nem volt az egésznek, hogy megérzik a szavazók, hogy ki a legesélyesebb és oda. És ugye, igen, és tényleg erről van szó, hogy eddig a Gyurcsány féle DK mindig, hát vagy egy picivel nagyobb támogatottsággal bírt, vagy összeméretű, tehát egy az egyben volt valakivel. Mindig nagyobb volt, szóval mármint onnan, hogy elkezdődött ugye az MSZP bukdácsolása, akkor még az MSZP magasabb volt, azt is ugye ügyesen csinálta a Gyurcsány, hogy 14-ben akkor még ő akaszkodott fel az MSZP listára, anélkül kampányzott volna, utána fordult a kocka. Most ha a Momentumot nézzük, a Momentum fény vagy legjobb pillanata ugye a 19-es LP választás, ahol 10%-ot értek el, a DK az viszont tandembe ment föl velük ott 16-ra. Így van. Szóval ez mindvégig megvolt, és én ebben tényleg ezt látom, hogy egyszerűen egyik új párdosa volt meg a tehetség arra, hogy lenyomja őt izomból. Igen. És Magyar Péter most elvégezte. Igen. Bár lehet, hogy most már a szavazók is azt akarták, hogy ez nem történik. Is. De most, ha például ő nem indul, akkor valószínűleg pont ennek az ellenkezőjét láttuk volna, mert az a választóigény abszolút megvolt, hogy letisztulja. És akkor még lehet, hogy olyan is, aki nem bírja a Gyurcsányt, azt mondja, hogy jó, de ott legalább van valami. Igen. Tényleg még egy gondolat a DK-ról. Tehát a DK, a MSZP párbeszéd, az a konstelláció, az a szövetség, vagy azok a pártok, ahol még csak gondolat szintjén sem merült föl, és senki sem állt ki az elmúlt 3 napban, hogy itt bárki lemondjon, vagy felajánlja a lemondását. És azért tényleg így ízlelgetve ezeket a pártneveket, hogy demokratikus koalíció, és így senki nem mond le. Vagy a Fidesz is persze most nagyon gyönyörített, hogy fiatal a demokraták szövetsége, tehát nem szövetség, nem demokrata, nem fiatal. Tehát hogy azért tényleg ezek ilyen most már milyen pártokról beszélünk? Persze. Tehát és az MSZP-nél az MSZP is mi az atya úristen keres még ott egyáltalán? Ugye a lemondást egyiket eddig, amennyire most tudjuk, ugye a Momentumnál egyébként is lesz tisztújítás, és ettől függetlenül nem a Donátában lemondott. Bár ott se egyből. Igen, szóval ott se egyből. De. A Gyöngyösi Márton a Jobbiknál ő úgy mondta, hogy fölösséges nem mondani, mert nem úgyis lesz tisztújítás. Szintén egy kicsit furi. Igen, ugyanakkor az országgyűlésben a frakcióvezető Lukács valaki, ő tényleg elismerte a vereséget, és hogy ott biztos, hogy teljes tisztújítás lesz. Jobbikos, igen. És a Tordai Bence, aki párbeszéd frakcióvezető egyébként, ő megkilépett a pártból. Tehát, de ő egyből, tehát ő 19 óra múlva kettőkor. Tehát, hogy ott, amiről pont beszélgettünk, hogy a Karácsony miért nem külön indul. Igen. Na, ez nem tudom, de vagy itt kíváncsi vagyok a véleményetekre, mert én azért röhögtem ezen a Tordain. A Karácsonynak azért elképesztően ártott tényleg ez az összegyúcsánozás, de nála neki nem lenne erre szüksége. Szóval én ezt a részét nem értem. Igen.
És nekem az egyetlen olvasatom az az volt, hogy valahogy így a Szabó Timát meg a Tordait, tehát háromfős párt kb. Azokat átmentse. Igen. És ezért kellett röhögnöm, mikor jött ez a hír. Igen. Ezt tényleg nem értem a Karácsonynál viszont, hogy én nem tudom, mi alapján méri, nem tudom, ez miért jó neki. És csak visszatom. Nem tudom, hogy a Tordainak két interjúját láttam. Mm-hmm. Volt egy rövidebb telefonhívás a Partizánnál, ugye a Partizán élőben. Mikor tesz igaz? Hogyha jól tudom, jól emlékszem, akkor hétfő délután a Telex-tel készítettek, mm-hmm. a Fábián Tamással készítettek egy hosszabb interjút, egy hosszabb jegyzetet. Igen, de ezt nem láttam. És mind a kettőben elmondja, a Telex-en ott kicsit hosszabban, hogy igazából ő se érti, tehát ő, mint frakcióvezető, mm-hmm. nem érti, hogy a Párbeszédnek miért volt szüksége belépni ebbe a pártszövetségbe úgy, hogy nem csak erről a mostani indulásról állapodtak meg, hanem már a 26-os választásról is, ami egy tökéletetlen hazárjáték, ráadásul ez nem januárban történt, vagy nem korábban történt, mm-hmm. nem egy fél évvel korábban, hanem bőven Magyar Péter színre lépése mm-hmm. után, sőt a március 15-i a események. Igen. és a tüntetések után állapod. Hirtelen jött a DK-tól az ötlet. Hát mert a DK ott ugye nagyobbnak akart mutatkozni mind a megkora, szóval, de és hát tudom, hogy ez... És ez, ahogy a Tordai Bence ezt elmesélte, ez részben, vagy főleg a Karácsony Gergő döntése volt. Uh-huh, uh-huh. Tehát ott a Karácsony Gergő nem nagyon érdekelt, hogy a Tordai ezzel nem ért egyet. Nem volt párbeszéd a háromfős párbeszédben. De hát most már csak kétfős akkor. Vagy ja. kétfős se, mert időközben láttam Karácsony interjút is. És elnézést. Ő is kilépett. Nem, kilépni még nem lépett ki. De minden esetre a Telexnek adott kettő interjújában, annak a végén, nem szó szerintem fogom tudni idézni, de úgy mondja, hogy neki most az a legfontosabb, hogy ezzel a várossal, a fővárossal mi történik, és hogy ő ennek akarja szentelni az életét. Ami egy uh-huh. eléggé nyílt beismerés annak, hogy kár, hogy eddig ezt miért mit csináltam. Igen, bár ezt már 5 éve mondogatja, hogy igen. neki pártot nem kéne csinálni, amúgy nem tudom. De volt is egy ilyen, volt ez a civil, volt egyszer valami civil csoport. Hát az a 22-es előválasztás. És akkor azt segít a tovább, hogy az is ilyen elhalt a sülyeztődön. Szóval ez érdekes. Ha már így bedobtam a Karácsonyt, akkor nézhetjük ezt is, hogy a Karácsony kontra Vitézés. Ahogy készítünk az adásra, te, Ádám, bedobtad ezt, hogy hivatalból nincs kis különbségnél elszámolás, hogy ezt ti hogy látjátok, vagy akár konkrétan Ádám, te, hogy ez tényleg azért lehetne iktatni, és akkor hivatalban, amikor ilyen... Jó, abból a szavazatszámolás. Most ugye szerda este beszélünk, a Vitézi Dávid már benyújtotta a fellebezését, amit pár napon belül majd el fognak ítélni. Tehát itt ugye 324 szavazat a különbség, de egy majdnem 800 ezer szavazatnyi, tehát 371 ezer valamennyi, és 371 ezer valamennyi a igen. két szavazat, és 324 a különbség. Igen. Tehát elenyészően kicsi, és van 22.500 érvénytelen szavazat. 24 valamennyi, de igen, szóval sok. Tehát dupla annyi arányosan, mint az EP-n, szóval ez összefügg igen. azzal, hogy Magyar Péter ugye... Igen, 24.592. Igen. Itt az újra számolás, én is utána kellett, hogy olvassak egy kicsit, hogy ez hogyan van, de valamilyen szinten, ugye, mert ezt a választási törvényt, ami most van, ezt részben a Fidesz írta át. Csak egyedül. És hogy most, amikor jönnek az esetek, vagy az élet folyik, akkor derül ki, hogy mennyi mindenre nem gondolt ez a fantasztikus 133 vagy akárhány bátor ember a Fidesz részéről. Tehát, hogy hány olyan esete van az életnek, amiről egyáltalán nem rendelkezik ez a törvény. Amit így septékben összeollóztak. És egyébként újra számolás, tehát van alapból, mert úgy fogalmaznak, hogy minden egyes szavazókörben addig kell számolni a szavazatokat. Amíg minden szavazat. Ami kétszer egymás után, mi számolásnál ugyanaz az érték, mindig, tehát minden esetben ugyanazok az értékek ki nem jönnek. Tehát itt ezek az eredmények, amiket most látunk, tehát a 100%-os feldolgozottság mellett, akkor már eleve legalább kétszer igen. megszámolta mindkét szavazókör a saját szavazatait. És ugye az érvénytelen szavazat az úgy alakul ki, hogy az érvénytelen szavazatokat a teljes szavazókör összes szavazószámláló biztosa előtt egyenként értékelik ki, és a szavazat hátoldalára írásban is fel is kell vinni, igen. hogy mi az az indok, ami miatt ez érvénytelenné válik. És ezt mindenki látja, és ugye Tamás, te is mondtad, amikor
még mielőtt elkezdtük a felvételt, meg a hívást, hogy minden a fideszes jelölt minden szavazókörben ült. Igen. Ellenzéki nem biztos, illetve nem minden hát, pártól, de a fideszes a biztos minden szavazókörben ott ült Budapesten. Azokban a szavazókörökben is, amelyeket Vitézi Dávid kiemelt, tehát itt az Újpest és a 7. kerület, a két fura kerület, ahol, és mivel erre sem volt egyértelmű, és a törvénynek egyáltalán sincsen egyértelmű jelzése, hogy mit kell azokkal a legutolsó pillanatban visszalépett jelöltekkel kezdeni, amikor már a szavazólapok ki vannak nyomtatva több százezer, vagy hát itt több millió számban. Hát itt a Budapesten 1,3 millió. Igen. Tehát itt elképesztő mennyiségű szavazólap van. Ezt 48 óra alatt nem hiszem, hogy ezt lehetne újra nyomni, és akkor mindenki ezt még egyszer kiszállíthatni. Ezzel kell kihúzni. És hogy kiderült, minden kerületnél kicsit másképpen kezelték ezt a dolgot. Hát láttunk olyan fotót, ahol csak egy golyós tollal volt áthúzva a Szent Király Alexandra neve, és maga a szavazókör, vagy az a kör, ahol az X-et be kell tenned. Azt hiszem, hogy a hatodik kerületben volt, vagy valamelyik ilyen belvárosi kerületben volt az, vagy talán a második kerületben is, ahol egy egész téglalap rá volt, valahogy úgy satírozták, hogy egy egész téglalap rá került, amit nem tudom, hogy csináltad, de akkor az egész, akkor eltűnt a kör is, eltűnt a név is, meg a párt is. Én az ötödik kerületben egy olyan megoldásra találkoztam, hogy egy 1 mm vastag, fekete alkoholos filccel vonalzóval volt végighúzva, de szintén az teljesen egyértelmű de volt, hogy ott a körön keresztül, tehát hogy ott fel sem merült az, és hogy 1 mm széles, fekete, tehát hogy aki tényleg ennyire vak, hogy ezt nem látja, ezt nem lát, ott nem lehet segíteni. Tehát akkor lehet, hogy felmerül inkább annak a gyanúja, hogy lehet, hogy nem kéne szavazni, de, vagy valamilyen más módon, vagy mozgóurnával, de mindegy. És ugye akkor van ez a golyós tollas megoldás, ami lehet, hogy ez csak egyfajta oka annak, hogy miért az Újpesten és miért Erzsébet városban történt ez. Mert olvastam olyan elemzést, ahol azt is nézték, hogy ilyen szavazatkülönbséggel próbáltak utána menni, és valamiért Újpest és Erzsébet város ilyen speckó kerület egyébként is. És akkor lehet, hogy itt igazából egy többszörös együttállásról van szó. Hogy egyrészt csak egy golyós tollal húzták ki a neveket, amit nem annyira vett észre mindenki, és hogy ezek emellett még itt kicsit másképp a jelöltek miatt, amit te is mondtál, hogy tök tudatosan szavaztak az emberek, hogy éppen hol milyen jelöltek voltak, ettől függően is még valami módon még változott az, hogy miért pont úgy akartak szavazni. Én a HVG-n találtam ezt a hírt, vagy a HVG-nél benne volt az egyik kedd délutáni ezzel foglalkozó cikkben, és azóta a Telexes egyik elemző cikkben is találtam ezt az információt, hogy a Fővárosi Választási Bizottság 19 óra 2 perckor, tehát 2 perccel az időzárás után minden szavazókörnek küldött egy értesítést, vagy egy ilyen útmutatót, hogy abban az esetben, hogyha a Szent Király Alexandrát valaki beixeli, ezt még ilyen később? És, igen, és valami mást is, akkor az nem érvénytelen szavazat. Én ezeket az információkat találtam az elmúlt 3 napban, és azért tehát itt még bőven benne van, hogy lehet, hogy tényleg a Vitéziértnek igaza lesz, hogyha még egyszer végig nézik ezeket a szavazatokat, és jó, bocsánat, még egy fontos dolog, minden érvénytelen szavazat, amit egy szavazókörben érvénytelennek minősül, igen, azt egy külön dossziéban tárgyalják. Tehát az utólag is, amikor az adott szavazókörnek van az összesített a doboza, egy külön paksemétában vannak az érvénytelen minősített szavazatok. Tehát, hogyha itt valamit újra kell számolni, akkor csak ezt a paksemétát kell újra számolni. Jogos. Igazából, mert itt az a vitéziek is erre fellembeznek, hogy volt olyan szavazókör, ahol kicsit másképp értelmezték az útutatást, mint ahogy szerintük kellett volna. Tehát benne van még a lehetőségek közt, hogy megfordul ez az állás. Hát benne ilyen kis benne van. Különbség. Nehéz egyszerűen azt hinnem, hogyha ott van egy fideszes jelölt minden egyes szavazókörben, vagy akár kettő igen. Fideszes szavazott számláló,
hogy akkor ők csak így simán elnéznének a fölött a tény fölött, hogy be van x-elve egy vitéz is, meg egy Szent Király is, és mondjuk egy, valamelyik szavazó biztos ezt érvénytelennek, ezt a szavazatokét akarja minősíteni. Hát csak ha nem látták ezt az infót, ugye, hogy... Maga ahhoz mit szóltok, ennyire szoros lett, és itt azért ugyebár Magyar Péternek is van köze, hogy azért buzdította, nem is buzdított, hogy ő azt mondta, hogy akkor érvénytelenül fog szavazni, és az is azért jó pár szavazatot elvett akár Karácsonytól, meg hogy vitézi így berobbant, meg így a Fidesz hátszél, hogy ezt így hogyan tudnátok ti összefoglalni. Szerintem egy az biztos, hogy a Karácsonynak alapból nem lett volna előnyös, vagy nem volt előnyös a Gyurcsányékkal mutatkozni, de hogy Magyar Péter megjelenése óta ez hatványozottan ártott, ez egészen biztos, és főleg, hogy a plakátok, amiken Karácsony Gergőt láttad, főleg a Kunhalmi Ágnes meg a Dobrevvel voltak. A Vitézi jól szerepelt a vitákon, ezt el kell ismerni. Itt is egyébként nekem egy ilyen személyes visszavételem a Karácsonnyal, hogy amikor megtörtént a Szentkirályi visszalépés, és akkor bement a Partizánba, ott te írtad először, azt utána néztem meg, hogy ő egyébként, amikor kicsit fel van dúlva, szerintem meglepően jól tud performálni. És mindig, amikor ezek a hivatalos viták vannak, erről tényleg meg vagyok győződve, hogy valószínűleg 10 iszonyat okos tanácsadó mondogatja neki, hogy a kezét hogyan, meg az arcát, hogy és mi ugyanazt az a grimaszt vágta végig, mint amit ott 22-ben letolt, ami szörnyen áll neki. Igen, és hogyha tényleg ilyen felszabadult... Igen, sokkal és én nem, és ez, sokkal hihetőbb. És ez mert... több emberre probléma, hogy, és ez teljesen biztos ők benne, hogy ez áll a dolog mögött, hogy ott betanítatják vele, hogy ezt kutatások szerint így meg úgy kell, és mindig az a vége, hogy úgy néz ki, mint akinek egyszer kell mindent elvégezni a WC-n, vagy nem tudom. Volt ez is, sok érvénytelen szavazat, de ugye ahogy vesszük már, mint annyiban lehet, mindkét irányból lehet mondani, hogy meglepő, mert egyrészt ugye Karácsonynak végig fölényes győzelmet mértek, de két ellenfél volt, meg az a viták előtt volt. A Század Vég, aki amúgy jó infókkal szokott rendelkezni, az meg egy brutális vitézi fölényt mért. Az igen. Volt ugye pont a közepén landoltunk. Ez igen. Engem annyira nem lepett meg egyébként, hogy ennyire meleg lesz. Ezt mondtam is múltkor, hogy ez szerintem nagyon meleg lesz. De durva, szóval ez a 324 szavazat, ez 0,04% amiről beszélünk. Szóval ennél kisebb különbség nem volt, nem csak főpolgármesteri szavazáson. Ez szinte, igen, szóval elképesztően kicsi. A különbség is nehéz lesz, és akkor még ennyit talán érdemes hozzátenni, szóval nehéz dolga lesz a Karácsony Gergőnek, ha nyer, mert most ugye a fővárosi listán is berobbant a Tisza, nem is kicsit. Tényleg, akkor beszélgessünk erről. Mert igazából itt a Vitézinek is olyan nehéz helyzete van. Tehát bármelyiküknek nyer, igazából bármelyik oldal a billen a mérleg. Szóval az biztos, hogy a Karácsony ebből a szempontból bánhatja, hogy a Momentum épp hogy kiesett, vagy hogy nem jutott be. És az tényleg, bocsánat, ugye ez az, ami 140-valahány szavazaton múlt. Igen, szóval 4,98%. És most maga a fővárosi közgyűlés eloszlás úgy fog kinézni, hogy 10 darab Tisza párti képviselő, 10 darab fideszes. Szóval ez is hihetetlen, úgyhogy a Tisza konkrétan fej-fej mellett volt a Fidesz, és a Fidesz 30% alatt jött be a listán. Így van, 28-69 pont. Így van. Nézem, így. És akkor a baloldal 7, Kutyapárt 3, Vitézi lista 3, nagyon töredezett, plusz a Tiszának egyértelműen az lesz az érdeke, hogy azért hekkeljen ott is jobbra-balra. Igen. Szóval bárki is lesz a főpolgármester, nem lesz egyszerű dolga, az biztos. Az még egy érdekesség, mert ez pont én nézegettem, mikor néztem a listát, aztán legugliztam, és találtam is egy cikket, az nem tudom, nektek feltűnt, hogy elég nagy az átfedés a Tisza EP listája, meg a fővárosi. Igen. És most úgy tűnik, ebből lehet is bajuk, mert 5 ember átfedésben van. Szóval itt most nem tudom, ezt akkor pontosan ezt, hogy fogják ott csinálni. Hát elvileg lehet, de a gyakorlatban ez biztos nem fog működni. Nem, az EP-vel együtt nem. Tehát akkor elő fog fordulni olyan helyzet, amikor nem tudsz fizikailag két helyen lenni. Persze. Tehát vagy Brüsszelben, vagy Budapesten vagy. És hogyha nem Budapesten vagy, akkor a fővárosi közgyűlésben roppant gyorsan meg fog változni az összetétel. Igen. Nem mert csak idefelé olvastam, szóval olvastam pontosan, de jól értettem a cikket, arról volt szó, hogy a
fővárosi listán sokkal jobban szerepelt a Tisza, mint amivel ők számoltak. Igen. És ott nem tudnának pótolni embert, szóval ott, ha most valaki onnan EP, de ha jól értettem, akkor ezzel, hogy a Magyar Péter az EP mandátumát nem veszi át, akkor ha beül oda, akkor elvileg minden oké. Éppen ma szerda délután hallgattam a Ruf Bálint Zoltán beszélgetést, azt mondom, hogy a Szabad Európa Podcast, hogy ki benyújtanám, de és ők, már előtte is olvastam azt, hogy a 24.hu cikk is említette, tehát ezek szerint Bita Dániel is gondolkozott, hogy nála is végigfutott ez a gondolat, hogy ugye egy nagyon specialitás ennek a mostani önkormányzati választásnak, hogy október 1-ig tart a korábbi polgármesterek mandátuma. Tehát igazából most van még, nem tudom, 5 hónap? 4-5 hónap van hátra. Ha most ez alatt a 4-5 hónap alatt, hogyha a Magyar Péter még robbantani akar, akkor a fővárosi listán robbanthat. Tehát, hogy például előre úgy kezdik meg az októberi dolgot, hogy egyből megpróbálnak valami bizalmatlanság indítványát a főpolgármesterrel szemben, és arra a többséget szerezni. Attól függ, hogy éppen ki van. Mert ugye a szavazati megosztás szempontjából a Fidesznek ugyan van 10 mandátuma, meg ugye bejutott a Vitézi Dávid Budapestért 3-mal, tehát akkor itt a Vitézi mellett mondjuk azt mondanánk, hogy 13 mandátum van. De igazából nem minden Vitézi is javaslatra fog 100%-kal szavazni a Fidesz frakció. Tehát amikor azért a Vitézi Dávidnak, aki főleg ugye közlekedés szempontjából nézi ezt a fővárost, és ugye a Karácsony ez az a pont, amit a vitákon nem kellően támadott a Vitézi Dáviddal szemben, egy főváros nem csak a közlekedésben áll, és hogy a többi szakterethez a Vitézi Dávidnak nem ért annyira. Uh-huh. De például, hogyha most tényleg a közlekedés politikai dolgokkal jön először a Vitézi, jó, útfelújítás, oké, az biztos át fog menni. De amikor jönnek majd a forgalomcsillapítási intézkedései, mert biztos, hogy lesz ilyen. Vagy hogy a tömegközlekedés hogyan helyezze előtérbe másokkal szemben. Körbe hiszem, hogy ez a 10 fideszes az mindent meg fog szavazni 100%-osan. Persze. Tehát itt azért egyből jöhetnek olyan helyzetek, hogy szakkérdések szerint, hogy nem biztos, hogy akire gondolnád, hogy támaszkodik, az mindent fog szavazni. És ugye a rohadtul nem lehet tudni, hogy ez a 10-10-es, akit szinte senki nem ismer, hát igen. Illetve a 3 kutyát sem nagyon ismerik, hogy melyik az a 3 kutya. Ott van 13 ember, aki tényleg tök semlegesként tök eldöntheti, hogy éppen neki éppen most melyik az érdekei alapján éppen mire érdemes szavazni, vagy hogy mit tartjunk. Mert a kutyáknál még ezt is el tudom képzelni, hogy ők abszolút így semlegesen csak azt nézik, hogy hát ebben jó zenész alapján, hogy ez oké, ez nem oké, kész. Nincs nagyon ennél több kompromisszikészség. Bár ugye állítólag a Karácsonynak nem ez az egyik nagy fegyvere, hogy ő állítólag annyira jó kompromisszumokat tud kötni, hát itt lehet gyakorolni. Tehát, az biztos. Itt valamit átverni, ez egy szép művelet lesz. Igen. Így a Vitézihez, meg Karácsonyhoz bármi észrevétel, akár a kampány, itt a tök jó mondatok a viták, milyen jövőképet vártok, mennyire gondoljátok relevánsnak azt, hogy most akkor 10 évre megkapja Karácsony Budapestet, végre akkor lesz gazdája Budapestnek. Ezeket a kérdéseket hogy gondoljátok, hogy látjátok? Mondjuk én, amit pozitívumnak látok, hogy végre nem két Matuzsálem vetélkedik egymással. Tehát, hogy nem az van, hogy Biden és Trump, hogy két ilyen 80 éves fószert kell betolni a mozgássérült székkel. Tehát, hogy ez feltétlenül pozitívum, hogy valami víziója mind a két embernek van. Azt, hogy Karácsony Gergő az elmúlt 5 évben miért nem végzett el több programot, mint ami a 19-es ígéreteiben benne volt, az egy nagyon jó kérdés. Az is egy nagyon jó kérdés, hogy Vitézi mennyit fog tudni elvégezni. Mert hogyha, egyébként azt hiszem, ezt a múltkor is említettem, hogy mert hogyha jó, most Vitézi lesz a főpolgármester, és az Orbán kormányjal kell tárgyalni a legalább 26-ig, akkor legelőször Lázár Jánossal találja magát szembe, és az is egy gyönyörű tárgyalás lesz azért. Tehát, két kevésbé kompromisszumkész ember találkozása, tehát azért az nem biztos, hogy ez annyira jól fog elsülni. És amit még találtam, hogy még furcsa, ugye Karácsony Gergő pláne a péntek délután egyes, a Szandi visszalépés utáni partizán interjúban, ahol nagyon ösztönösen beszélt. Ott ő többször hivatkozott arra, hogy
hogy teljesen fel van háborodva az, hogy a 8. kerületben a Pikó Andrásra az MSZP még ráírított egy jelöltet. Most utólag a szavazati eredményekből pont a 8. kerület, a Gyomán kerület, ahol többen szavaztak utána a Vitézire, mint Karácsonyra. Pedig elvileg ott Pikó András győzött, akit Karácsony fel is karolt, tehát hogy ott ilyen eszmei... Igen, de a Karácsony támogató lista, meg nem őt támogatta, de szóval ezzel is összefügghet. Így van, igen. Ja. Tehát ilyen nagyon furcsa megosztása van a kerületeknek, hogy melyik kerületnél szavaztak többen Karácsonyra, és általában budaiak. Tehát, hogy a harmadik kerület, második kerület, 11, akkor a pesti oldalon, ugye Ferencváros, az inkább Karácsony, de aztán vannak meglepőkkel, tehát például a 8. kerület, az, hogy a Vitézi ment előre, ezt én belőlem őszintén nem láttam jönni. És hát ugye a Fideszes felemkerületet, tehát ez a Rákos borzasztó, az Vitézi. Tehát, hogy ott a Karácsonynak nem nagyon volt esélye. Tehát... Az induljunk ki abból, hogy a Karácsony a főpolgármester szerintem. Kérdésedre, Attila, itt az volt a nagy kérdés, hogy ki milyen motivációval szavaz. Csak a tényleges teljesítmény, meg a városvezetés, vagy politikailag. A Vitézi sok szempontból, ha csak a racionális részéveket nézzük, egyébként tényleg jobb kampányt csinált. De politikailag meg abszolút a Karácsony mellett szólt egy ellenzéki szavazónak az érvés, erre kicsit rá is erősített ugye ez a visszalépés. Mint ahogy beszéltük, nehéz helyzetben lesznek. Nekem csak az volt kicsit vicces, hogy így analógiaként az jutott eszembe, hogy tényleg most így, hogy a Tisza fölforgatja az egész közéletet, hogy a Demszki is, ha belegondoltak, hogy 2006-ban lényegében már ugye őszödi beszéd után volt az önkormányzati választás, és már az egész ország felfordult, de még egy ilyen utcsó alkalommal a Demszki épp, hogy átmentette magát. Igen. Most kicsit nehezen tudom szállni, de kicsit deja vu érzésem van ezzel. Aha, igen. Szóval most is a Karácsony tényleg ez a pár szavazattal valahogy átmenti magát, ugye azért is, mert ő nem annyira az a belső ember ennek a kliknek, akkor is, ha Fidesz ezt akarja mondani, de azért, de és most jön valami nagy változás, szóval kicsit igen. Érdekes, hogy igen. Ugye én még a kedd délután adott, vagy kedd délben adott Karácsony Gergely interjút a Telexnek, Fabián Tamásnak, és ott említette azt, hogy hát ő tényleg ennek a városnak akarja szenteni az életét, meg hogy ezért akar dolgozni, és tehát ebből nekem az erőérzetem támad, vagy arra gondolok, hogy ezzel azt is sugallja, hogy igazából ott hogy akarja hagyni ezt a DK vezérelte eleve. Hát de rá is kényszerül, mert mindenki ezzel támogat. Szerintetek Karácsony Gergelynek volt miniszterelnöki ambíciója? Amikor ott volt azon a ponton, hogy mehetett volna a miniszterelnöki tisztségért, akkor inkább magáért volt a MZP-t. Igen. És az szerintem az egy nagyon tudatos döntés volt a Karácsony Gergely részéről. Az biztos, hogy annyira ő nem akarta azt soha. Másrészt meg nehéz neki is, mert tényleg látszódik, hogy ha kicsit önzetlenül visszalép, akkor azért támadják, ha nem akkor... Igen. Ő csak rosszul járt itt lenne, ami nem egy polgármesteri vagy főpolgármesteri poziról szólt. És ez most már belégett szerintem. Igen. A 12. kerületben Kovács Gergely sikere meglepett titeket? A magyar jobb oldal egy erős kerülete. Volt. Kovács Gergely nagyon dolgozott ezért, meg ő tényleg, hogyha valaki tényleg 5 éven keresztül dolgozott, és próbált felderíteni ilyen ügyeket, akkor nem csak ő volt, tehát mások is csinálták ezt, ő is, és hát tényleg nyílt volt a telep, mert ugye a Pokorni Zoltán elépett, akit maga helyét éretett a Fonti Krisztina, igazából egy súlytalan helyi belső politikus, alpolgármester volt. Igen. És a Gergő azért, tehát ő ez az 5 év alatt bedolgozta magát a kerületbe, ez elég így látszik. Volt pár olyan kerület, ami nem csak arról szólt, hogy ellenzék ide van egy ilyen helyi sztár, a Kovács Gergőt is idézőjelben ezek közé lehet sorolni, igen. Soproni egyértelműen, én a Pikó, Baranyi. Igen. De Kovács Gergőtől függetlenül ugye tudni kell, hogy a második, 12. kerületet ugye szinte rendszerváltás óta az bevehetetlen terep volt a nem jobb oldalnak. És ez viszont már 19 után változott. Szóval Pokorni egy rendkívül elfogadott ember volt, de a 22-es választáson ugye a Hajnal Miki nagyon simán nyert. Így van. Abban a választókerületben.
Szóval élnék azzal a gyanúval, hogy ha nem Kovács Gergő, más is tudott volna nyerni, de az biztos, hogy vele, igen, ő, szerintem rá sokan jó érzéssel tudtak ott szavazni. Igen. De érdekes. Amit ő is említett egyébként, ő a Partizánnak adott kedden interjút, és ebben az interjúban többek között azt is említette, hogy igazából azért látható egy kicsit jobban az önkormányzat, hogy egy kerületi polgármester tevékenységet, szemben mondjuk az országgyűlési képviselő, nem itt a hajnalban kimondta, mert egyszerűen ilyen a rendszer. Tehát, hogy ilyen lehetőségek vannak. Egyébként ő kiemelt a hajnalban ki munkáját. Hát, hogy ő hivatkozott rá, hogy segítették egymást már az elmúlt egy-két évben is, és hogy tök elégedett. Tehát, hogy tök örülnek, hogy ilyen országgyűlési képviselő van, mert van, ahol ilyen sincs. Tehát, hogyha már az ilyen jól szereplő ellenzéki polgármestereket nézzük, azért az is érdekes, hogy van egy-kettő olyan fideszes polgármester, és tudom most a Cserpalkovicsot mondom, ahol meg ilyen döntő fölénnyel a 78%-os. Ilyen, tehát legalább 15-20%-kal kapott többet a fideszes polgármester az adott városban, mint a megyei lista. Tehát ott, amikor egy fideszes polgármestere, nem csak a fideszesek szavaznak. Igen. És ugye az Zalaegerszegen is volt még ilyen, tehát hogy van egy-kettő ilyen kiúró dolog. Igen, Baranyi Kriszta, hát ő gyalult, a Pikó is nagyon erősen nyert. Hát vannak ilyen újrázó ellenzéki polgármesterek, akik nagyon jönnek föl. A harmadik kerületet azt sikerült megtartani az ellenzéknek, szóval azért vannak ilyen terepek. A budapesti polgármester ugye most már legtöbb nem fideszes. Bár azt, ha jól láttam, az egyik a Csepeli, aki ugye Fideszből kiugrott, de most már itt is úgy számolják. Hát a Németh Szilárd akkor átbukott. Hát 10%, igen. Tehát, Németh Szilárd fotókat, azokat nagyon élveztem. Ja. Gyönyörű volt. Hát sok minden történt 2024-ben. Brutivom ugye volt Bécsben, és hát a megszaladt az a videója, amikor ott volt a lomkorona sétánynál, a híres lomkorona sétánynál. Látok, mi verte ki a biztosítékot, és mit vártatok volna, ami mondjuk tényleg nagy dominókat elindít, mert tényleg annyira abszurd dolog, mint mondjuk az ilyen lomkorona sétány, vagy nagy lopások, csalások, és még lehetne sorolni. Az egyik legabszurdabb dolog a Szent Királyi Alexandra volt, én megmondom, hogy szintén. Én ennél egy szánalmasabb kampányt, egy főpolgármesteri pozira, egy kormányzó pártól még életemben nem láttam. Egy másodpercig nem, tényleg, hát volt a mérleg előlenyírása után, a ötfős piknikeket szervezett, ahova mindig bujkált így is az újságírók elől. Csak napszemekben kávézás valamelyik teraszon. Na, Dajcs Tomi. Elbújás a Telex újságírója elől. Szóval nekem ez volt egyébként az egyik. És tényleg, amit említettél még itt pont a felvétel előtt, hogy ez egy dúsgazdag nő. Tök elvágta magát. Meg azért őt az intelligensebb táborban sorolták sokan, meg ugye kormányszó, vagy nem kormány, mi az, hát a kormányinfói pozín is, neki nem volt egyébként egy rossz renoméja. Én tényleg csodálom, hogy ez miért éri meg valakinek egy ilyet bevállalni. Hát és itt még csak annyit érdemes megemlíteni, hogy hogy hívják a hírtévés őgét, milyen Vilmos Velkovics. Azt hiszem Velkovics. De úgy tűnik, hogy most elvább kicsit jobb oda kéne figyelni rá, mert ugye ő volt az, aki a Schiffer Andrásnak megsúgta, hogy is kell értelmezni a hangfelvételt. Most meg elszólta magát a Gulyás Gergő interjúban, hogy akkor visszaléptették ugye a Szent Királyit. Ja nem. Visszalépett. Igen. Oké. Ez szép, mind a kettő jó egyébként. Hát igen, ennek nekem az a vakumodor visszatér, Fülöp szállás, azt hiszem. Nem tudom. Vagy Fülöp háza, vagy Fülöp szállás, és most fel tudja, hogy melyik. De hogy visszatért a vakumodoros polgármester, hát azért ez annyira szomorú. A lomkorona sétányos Filemon viszont távozott, tehát lomkorona sétány maradt, Lombok sehol, és Filemon se. Bár mondjuk a vendégházat azt megszerezte, amit felépített szintén EU-s pénzen. Az, hogy Simonkai visszatért puszta ott lakára, és hogy tovább folytatódik az elmúlt 10-15 éves helyi ilyen mafiózó, ilyen keresztapa, ilyen lopás. Roppan nehéz. A szegény magyar ugaron
kilátástalan a helyzet, szóval... De azt mondd már, légy szíva... Magyarországot én Abszurdisztánnak hívom, sajnos. Ez az. Tényleg ezzel kapcsolatban, bár ez rohadt kemény lesz, és azért ez egy nagyon erős, urbánus odaszúrás. Parakovács Imre, ugye a Tilos Rádió és a HVG újságírója, azt hiszem, hogy a Facebook poszt vagy Instagram posztnál volt nála, hogy azért jó, hogy megjelent a Tisza párt, mondta ő, mert így legalább látszik, hogy hol van a civilizáció vége. Mármint? Hát, hogyha a területi megosztásban nézed, hogy hol szereztek. Ja. De ez egy brutál, tehát ez egy rohadt undorító, ez egy nagyon undorító ilyen feljázó pesti hozzáállás. Mert szóval ez szomorú. És az ötödik kerületben ott szavaztál, őként az nem volt meglepő, hogy a... Hát én azért mentem oda, mert így annyira reméltem, hogy végre sikerül elküldeni itt ezt a Szent Györgyi vagyit. De hát egy 10%-a még mindig erősebb. Igen, de hogy ez meglepő volt, vagy... Valahogyan reméltem, hogy kicsit talán jobban benne van a hangulatban az. Meg korábban még az is probléma volt, hogy hányan hívják ki. Igen. És most annyira letisztult a kép, mert viszonylag hamar, tehát még márciusban volt az előválasztási vita. Igen. És csak egy MSZP-s volt, a Kovács Kábor Alex, aki, hát Juhász Péter úgy fogalmazott, hogy ő túlságosan jól ismeri ki magát az ötödik kerületi önkormányzat dolgaiban. De mivel ott utcahosszan nyert a Juhász Péter, emiatt így tök hamar így levonult a pástól. Utána tényleg csak a Juhász Péter maradt, és akkor ugye így azt mondom, hogy 41-42%-ot ért el a Szent Györgyi meg 54-55-öt, és volt még egy teljesen független jelölt 240 szavazattal, ami teljesen marginális. Aha. Én csak reméltem, hogy valamilyen szinten végre meg lehetne szólítani esetleg a Szent Györgyit, de így rohadt nehéz. Aha. Szóval a ötödik kerület az Rogán Land maradt, igen, a birtok, amit még egy távolról... Így lehet, hogy a jobb kézzel által így üzemeltetni. A következő két évben mi történhet szerintetek? Szerintem innentől a labda Magyar Péternél pattog. Ha ő ezt jól játssza végig, akkor 26-ban 1-1 ellen lesz. És ugye beszéltem erről, hogy ez a DK8 számomra már most azt mutatja, hogyha ez életképesnek bizonyul, hogy az a tömb lesz az egyetlen kihívó tömb, szavazói oldalról most már nincsenek akadálya. Igen, de mondjuk a jelen állapotban például Magyar Péter helyében én nem állnék lehetett hozni a DK-val. Nincs miért. Nincs szüksége rá. Nincs miért. Hát így a DK-t mindenki ismeri, pontosan tudja, hogy hol lehet elhelyezni. Ugye a 8%-ot kapott a DK, a Tisza párt meg 30-nál éppen többet, tehát több mint háromszoros, majdnem 4-szeres a fölé. Majdnem 4-szeres a fölé. Nincsenek, amit mondtál, hogy egyszerűen nincsenek egy súlycsoportban. Hogy most itt van a váltó súly, meg van a nehéz súly, és van még az ogre, ami most a Fidesz. És ezt éreztem egyébként kicsit, nem tudom, azt mennyire követtétek, hogy a Vona Gábor ugye végütötte a vasat, hogy legyen meg Fidesz, a vita, vagy a... És most persze tartalmilag full igazat adok Vona Gábornak, meg valószínűleg mindenki. Igen. De... Csak megnézed az EP választásra. De nem jött. Igen, szóval, és ez volt már előtte is az érzése az embernek, hogy igen, szóval normális körülmények között így kéne, de sorry. Szóval azt tényleg nem várhatod el, hogy egy ilyen különbségnél itt most. Igen, szóval ez... Tehát, hogy ez ugye a Tisza párt kapott 1.343.000 szavazatot, a 2RK pedig 30 000. Hát és ez, hogy a kis pártok is mennyire neglik, ez is mutatja ezt a tudatos szavazást, ugye, hogy... Így van. És ugye az EP listán az is segít, amit ugye nem említettünk, hogy, vagy igazából az előző adásnál mondtuk, hogy ugye az összes olyan pártal adott voks, ami az 5%-os küszöbb alá kerül, azt igazából a bejutók arányában nem osztják el, tehát a győztes kompenzáció van ilyen szinten, és... Hogyha most már egy utolag elárultok ilyen szakmai titkokat, én például édesanyámat egy nappal a szavazás előtt lebeszéltem a Momentum EP listájáról, pontosan emiatt. Mert hogy nagyobb billegűnek éreztem már a Momentumot, és hogyha akkor ott billeg... Hát ez mindig ez a részben. És a részben emiatt is ennyire alacsony a Momentum szavazat, mert Ezt mondom, hogy nagyon az eredményekben tényleg ez látszódik, hogy... A választók, mert Magyar Péter előtt is le akarták szűkíteni a terepet, csak akkor még például a Momentum azt hitte, hogy ennek egyik nyertese lesz. Szerintem amúgy se lett volna ennek a nyertese egyébként. Akkor a kutyapárt lett volna, és lehet, hogy a DK ironikus módon, azzal az érvel, hogy tényleg ezek is idióták, de legalább a szardomban belül őt megoldották valahogy. Igen.
bár ez egy abszolút távlati dolog, és most igazából 26-ig tényleg Molnár Péter versus Fidesz. Tehát nem az, aki sok minden történhet addig, ami miatt esetlegesen mégsem ez lesz, de most a jelenlegi felállás e felé mutat. Persze. Igen. Tehát, hogyha tényleg azt akarjuk, hogy egy-egy legyen, így van, akkor nincs más. Így van. Ami nekem még eszembe jutott, így látva így a kis pártok, meg a DK összezuhanását, hát, hogy itt hosszabb távon akár nyílhatnak olyan pozíciók, hogy ugye a baloldali oldalon igazából lehet nyitni egy új pártot, mert a DK és az MSZP főleg leszerepelt. A párbeszéd nincs. Tehát, hogy itt van egy baloldali pólus, ami lehet... Szükségszerűen az... A zöld pólus, hogyha a zöld pólusnak van bár egy jogosítsák a Magyarországon, hát szerintem az, hogy itt az Ungár Péter és ő, nem tudom, hogy olvastad el most, én ezzel ma szerdán találkoztam ezzel a hírrel, Keresztes Lóránd, ő ugye a frakcióvezetője az LMP-nek, ő úgy nyilatkozott, hogy számára is furcsa volt, és érthetetlen volt ez a döntés, hogy a Vitézi hogyan került oda a főpolgármester jelöltnek az LMP-hez, és hogy ő nem is érti, hogy ez hogyan történhetett meg. Na most, ez nem tudom, hogy ez egy utólag történő belemagyarázás, de mert ebből a szempontból a Tordai Bencének a döntését sokkal gerincesebb kezdeni. Persze. A másik oldalról meg igazából az LMP, itt igazából egy nyílt beismerés annak, hogy ez egy Fidesz szatelit pártfájának is. De ez, igen. És itt most ennek a pártnak a sorsát igazából ezzel a Szandis visszalépítéssel a Fidesz igazából elintézte. Tehát, szerintem a Vitézi indításával. Igen. Függetlenül a Szandis visszalépítésétől, de igen. De hát ugye a párbeszéd meg hiába akartam, most már a névébe is belakta, hogy zöldek, de hát igazából most már se tudjuk, hogy mi. Tehát, hogy egy lényegtelen a formáció, hát igazából a zöld pólus is megnyílt, és akkor ott ugye a Momentum most liberális pólus felé akar menni, ami hát egy rohadt veszélyes terep, mert az SZDSZ-nek a sorosát azt lehetett látni. Utána volt a Magyar Liberális Párt nevű próbálkozás, hát, Fodor Gábor. Az egy LMP szintű valami szintű volt. Abszolút, így van. Én azt nem hiszem, hogy gátja lenne egyéb, inkább arról van szó, hogy automatikus üvegplafon lesz fölötted, valahol kicsi előtt fölött, de a Momentumnak is most más baj. Szóval most ez ugyanaz, hogy ugye próbált az Anna arra reflektálni, hogy 18-ban is egy hasonló eredmény született, és abból, hogy hát visszajöttek idézőjelbe, de semmilyen szín alatt nem lehet összehasonlítani ezt a két helyzetet. A Momentum akkor még új volt, felívelő volt, ha épp elakadsz egy ilyen első nekifutásnál, egy évvel az alakulásod után egy 3%-kal, az még nem a vég. Igen. Megmondom őszintén, hogy ebből én már nem látok visszautat. Annyira durva comeback lenne, hogy ilyen a magyar politikában a 90 óta nem volt még. 26-ig nem is, ugye most röviden kinyílt ez a terep, megint vákuum keletkezett, 22-es sikertelenség, meg az ellenzék elképesztő sikertelensége miatt, de ezt a vákuumot most Magyar Péter leuralta. Én olyan helyzetet nem látok, hogy 26-ig itt bárki bejöhessen, és most már a Momentum esetében is egy visszakapaszkodás, egy bejövés, szóval lehet, hogy 26 után, vagy valami történik, valami nagy kiábrándulás, de ez most, mondom, ha itt nem fog valami miatt totálisan leamortizálódni a Magyar Péter, vagy nem fog teljesen alkalmatlanak bizonyulni arra, hogy felépítsen egy pártot, mert ez név, szóval most névleg van, meg akkor most szerintem ezt mindenki fióba teheti a terveit, mert a trend az most efelé fog menni. Abszolút. Ugye, hát igazából most, ami még így eszembe jut, hogy most amire koncentrálhatnak a megszerzett helyi szervezetekre, erre a helyi önkormányzatokra, ahol vannak képviselőik, meg polgármestereik, és ott dolgozni, mint az állat. Mert ezt az 5%-os országgyűlési küszöb, ez nagyon durva, tehát ez inkább megugorhatatlanak tűnik, és hogy ebből a győztesre szúzás, meg az egyezeműhez szúzás, tehát itt igazából, ja, szóval itt nagyon úgy festkedjük, hogy jelen állás szerint csak Magyar Péter, vagy főleg Tisza jelöltek lesznek itt 26-ban. Mi látom én is, igen. És új jelentkezőt én sem hiszem, hogy be fog tudni lépni. Itt most meg kell várni a 26-os országgyűlési választást. Sok idő van még addig, szóval mondom, ez könnyen félre elcsesz be, mint elromolhat valami ezen az úton, de hogy most ez az út tűnik a legéletképesebbnek, ez biztos. Igen.
Ahogy elindult 2024, tehát így ez sok izgalmat váratott, tehát ha nem jött volna ki be Magyar Péter, akkor nagyon másképp alakult volna ez az EP választás. Van mit várni, fog sok minden történni, tehát akár amit mondhatok, hogy ősszel a Tisza párt bekerül a közülésbe. Szóval, kedves nézők, hallgatóink, izgalmas két év vár ránk. Időnként fogunk jönni ilyen adással, lehet, hogy Ádámmal meg Tamással, vagy a többiekkel, akikkel korábban is csináltunk ilyen politikai kiveséző podcastet, de ebbe az adásba most ennyi próbáltunk így belegyúrni az elmúlt napok, hetek, a 2024-es év politikai történéseivel kapcsolatosan. Reméljük tetszett. Ha tetszett, akkor osszátok meg az adást. Ha van véleményetek, hozzáfűzni valótok, akkor ott áll a rendelkezésetekre a komment szekció. És ha nem akartok hasonló adásokról lemaradni, mert jövőre fognak még ilyenek érkezni, akkor érdemes feliratkozni a csatornára. Itt volt velem Tóth Ádám. Ádám, köszönöm szépen, hogy bejelentkeztél. Hát Tamás is. Tamás, köszönöm szépen, hogy te is itt voltál. Köszi. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. Találkozzunk holnap is. Vigyázzatok magatokra, legyetek jók, ha tudtok. Sziasztok!